Mennyire foglalkozol a hajaddal? Ha hogy egy interjú van, akkor sokat foglalkozom a hajammal. Igen, mert szeretem, tehát hogy szeretem, hogyha mindig szép a hajam. Mindig fekete voltál? Sötétbarna, igen. Aha, sötétbarna, mindig. Ja, bocsánat, aha, igen, azt, igen, aha, igen. Aha, mindig. Nem nagyon változtatom a hajam színét. Vannak ilyen akár konzervatívnak is mondható tulajdonságaim, hogy én szeretem azt az önmagamat, ahogy megszülettem, és én ezen nem szeretnék változtatni, leszámítva, hogy ugye évről évre az ember változik, de ezt is szeretem, tehát ugye én a változást is nagyon-nagyon szeretem. Egyszer mondtam a grafikus barátnőmnek, mikor egy katalógust szerkesztettünk, hogy retusáljon nagyon szépre, olyan, mint 18 éves voltam, és jó. Akkor azt mondta, hogy hát nem szeretnél úgy kinézni, ahogy 18 évesen. Aha. És egyébként tényleg, tehát, hogy baromi jó visszanézni a 18 éves kori képeimet, de nem szeretnék úgy kinézni, mint 18 évesen. Tehát alapvetően én elégedett vagyok az állapotommal, a hajammal, a korommal, az életemmel, és nem szeretnék ezen változtatni. Tehát ez így jó, de visszatérve egyébként a kérdésedre, hogy fontos számomra a szép haj, fontos itt is az ápoltság, a természetesség, tehát talán 14 és 18 éves korom között azért nekem is meg volt a lázadó korszakom, amikor 2 centisre vágattam, amikor zöldre festettem, tehát ugye ez az identitáskeresés bennem volt, de azért közrejátszott, hogy egy művészeti iskolába jártam, igen. És akinek nem volt minimum rajszeg, vagy biztosított ő a fülében, és felemás a haja, az nem is volt igazi művészeti gimis, tehát itt még az a korszakom volt, amikor én is megszerettem volna felelni mások elvárásának. És azt elengedted utána. És szerettem volna jelezni, hogy hova tartozom, de most a mostani életemben sokkal fontosabb a természetesség. Bioorgánolajtól kezdve ilyen újraépítő szérumon át, sampon, hajmosás előtti, utáni kiegészítő, szóval szerintem minden, az a plexus pedig a festékbe való, szerintem olyat használsz, hidratál, regenerál. Hogy mennyire figyelsz oda arra, hogy mondtad, hogy fontos számodra az, hogy mit használsz, mit kensz magadra, mit viszel a bőrödre, tehát, hogy mindig a professzionális termékeket, a természetes termékeket próbálod. Erre nagy hangsúlyt fordítasz, hogy elolvasod, hogy mi van rajta, mit viszel be a szervezetet? Azért, tehát, hogy annyira nem. Tehát, hogy én nem megyek nagyítóval a boltba, és akkor ütöm be a Google-be, hogy melyik összetevő mit jelent. Én alapvetően azért megbízom a cégekbe. Azt gondolom, hogy jó nevű cégek, nem engedhetik meg maguknak azt, hogy rossz minőséget, vagy akár olyan minőséget adjanak a fogyasztóknak, ami után elveszítik a piacvezető szerepüket, vagy a hírnevüket. Tehát dalarnaként én sem engedhetem meg magamnak, hogy ne a legmagasabb minőségű alapanyagokat adjam a vásárlóknak, hiszen akkor a hitelemet veszíteném el. Arra figyelek, hogy mit hol veszek. De amikor már alapvetően nagyon-nagyon márkahű vagyok, és márkatudatos vagyok, és igyekszem olyan emberek véleményére hallgatni, akiknek ez a szakmájuk. És sokkal kevésbé vagyok kíváncsi arra, hogy mondjuk mi az, ami éppen hirtelen felkapott trend, és pusztán attól lesz népszerű, mert most néhányan azt állítják róla, akik egyébként nem is értenek hozzá. Organikus összetevőkben gazdag, károsanyagmentes termékek, Imperity Professional Milano.